Kedves tiszaújvárosiak, 2021-ben is örömmel jelenthetem önöknek, hogy újra lesz nemzetközi triatlon verseny Tiszaújvárosban. Nem a megszokott világkupa, hanem Európa kupa futam. Én azt gondolom, hogy figyelembe véve ezt a pandémiás helyzetet, figyelembe véve azt, hogy nagyon fontos az önök és mindannyiunk biztonsága, örüljünk így is, hogy lesz újra egy nagy nemzetközi esemény városunkban. Az idei évben mondhatom, hogy picit minden más lesz, mint ahogy eddig volt, de arra törekszünk, hogy ne csak sportélmény legyen, hanem legyenek tömegsportesemények, és legyenek kulturális rendezvények is. Én arra biztatom önöket, hogy azon a három napon minél több időt töltsünk együtt, persze úgy, hogy odafigyelünk egymásra. MOL Petrolkémia már évtizedek óta támogatja a tiszaújvárosi triatlont, és ezúttal sincsen másképp. Azt gondolom, hogy mind a saját nevemben, mint pedig a kollégáim nevében elmondhatom, hogy nagyon szurkoltunk azért, hogy ebben az évben megrendezésre kerülhessen a verseny, és tudjunk jönni szurkolni. Rengeteg kollégánk részt vesz a versenyen, valakik szurkolni jönnek. Kívánjuk azt, hogy a versenyzőknek az időjárás is kegyes legyen július közepén. Az idei évben nagy örömünkre szolgál, hogy megrendezhetjük mind a versenyt, mind pedig az ide látogatóknak és itt lakóknak is tudunk kulturális és sport rendezvényeket biztosítani. Járvány okozta szabályok miatt kénytelenek voltunk ehhez mi is alkalmazkodni, de bízunk benne, hogy a minőség és a lehetőségek ugyancsak szórakozást és jó hangulatot fog biztosítani mind az indulóknak, mind az ide látogatóknak és a szórakozni vágyóknak. A koncerteket a sportcentrumban tudjuk megrendezni, ellenőrzött keretek között. Gyakorlatilag a péntek, szombat, vasárnapi napokon sorrendben a Magna Cum Laude, a Beavers és a Hooligans együttes fog fellépni. Ezek mellett még igyekszünk kísérő rendezvényekkel is szolgálni kint a sportcentrumban, azon kívül a ifjúsági parkban pedig egy nyílt futóversenyt fogunk megrendezni, ahol mindenki teljesítheti sportolni vágyását, kiélheti. Bízunk benne, hogy minél többen eljönnek. Annyi a sajátossága, hogy egy adott időben gyakorlatilag korlátozott számban lehet részt venni ezen a futáson, de egész nap lehet jönni teljesíteni, úgyhogy reméljük, hogy mindenki megtalálja mind a szórakozni, mind pedig a sportolni vágyását itt a hétvége folyamán. A járvány nem csak az élet egyéb területét, a sportot is nagyon megviselte, de az jellemző a sportolókra és a sportvezetőkre, hogy minden energiájuk azon voltak, hogy visszatérjenek a pályára vagy a szervezésbe. Ezen voltunk mi is, és ennek köszönhető, hogy feláll az idén is ez a verseny. Európa kupa lesz az idén, de olyat jelenthetek be, amit korábbi években soha, az összes előfutam, az összes kategóriában, az összes nemnél tele van. Tehát jelen pillanatban 12 előfutamot kell rendezni, hogy a vasárnapi döntőkre megválogassuk a versenyzőket. Mutatja ez az óriási hiányt és érdeklődést, ami a versenyzők részéről jelentkezik, és remélem, hogy a szurkolók részéről is megvan ez az igény, hiszen a nemzetközi triatlonisták egy része azért jön ide, mert Tiszaújvárosban semmivel sem összehasonlítható hangulatot és szurkolást kapnak a szakértő nézőktől, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy legyen részese ennek a eseménysorozatnak idén is. Várjuk és hívjuk önöket szeretettel az idei Triatlon Európa Kupa futamra, és remélem, hogy sok-sok eseményen leszünk és ünnepelünk majd közösen.